vállalkozók voltunk. Mondjuk jó máshoz, hogyha valaki munkáján dolgozik, tudja, hogy 8-ra megy és 4-ig tart a munkája. Nálunk nem így volt, mert nem folyamatosan dolgoztunk, hát mindig reggel, este, éjszaka. És akkor gondoljátok el, hogy amikor ugye bejön ez a dolog, hogy mondjuk megszületik a gyerek, tehát hogy megszületik egy kis baba, beérkezik a család, az is egy-két év, amíg ugye otthon van vele az anyuka, de ez más. Itt 10 évig vagyok már otthon vele, és az a változás, hogy mostantól kezdve abszolút, tehát az az előző életem, ami volt, azt már tudom, hogy nem tudom folytatni, sőt egyáltalán nem tudok benne semmit, tehát nem tudok, még csak, tehát vége, na, itt kész, ennyi. Értelmileg ennyire sérült lett, ennek köszönhető az, hogy ő nem használja a lábát, a testét, a fogait, nem rág, és így tönkre mentek teljesen a fogai a szájában, a lába eltorzult, az a héleszénye teljesen összezsugorodott, a csípő ízülete már most ugye rossz pozícióban van, és eltorzult. Tudjuk azt, hogy mikor eszik. Be van osztva, és akkor ő, de nem kéri, tehát hogyha nem adnék meg egész nap enni, akkor ő teljesen jól el lenne. Komolyan esetleg lehet, hogy kívülsebb, de nem hinném. Nem. Viszont annyit tudok róla, hogy ha fáj valami, akkor nyöszörög, nyög, ha belázasodik, akkor tudom, előttem el nyögdítse. Viszont ha fáj a torka, kérdezik, hogy tudom, hogy fáj a torka, mondom, hogy nem akar inni sem, enni sem, és akkor egy kicsit folyik a nyála, és egyáltalán nem fogad el semmit, akkor biztos vagyok benne, hogy a torka fáj. Mert ugye logikus, hogy nem nyel, miért nem. Sokszor úgy van, hogy a családból valamelyik szülő azt mondja, hogy ő ezt nem bírja tovább, is kilép, elmegy. Nem. Tehát ilyen is van. Van, aki magába roskad, nyugtatózik, öngyilkos lesz, alkoholista lesz, vagy bármi. Hogy így ezt úgy kezelni, hogy együtt maradjon a család, ez nagyon nehéz volt. Nagyon rossz, hogy Dénes beteg, de nagyon szerencsések vagyunk, hogy van két egészséges gyerekünk. Meg az is nagyon sokat számít, hogy együtt vagyunk, azért az is nagy erőt ad. Nagyon nehéz azoknak a szülőknek, akik egyedül maradnak, és sajnos a többség egyedül van. Én sokkal több segítséget adnák azoknak a családoknak, ahol ilyen fogyatékos gyerekről gondoskodnak. Tehát, hogyan? Mit? Nem csak anyagi segítségre gondolok, erkölcsileg is sokkal több segítséget adnak. Ezt nem lehet így általánosítani, ez a baj. Tehát egy kicsit minden családnak más az értelme, és egy kicsit személyesebb segítség. Például amire nagyon nagy szükség volna, az a személy segítés, de az otthoni személy segítség, ami egyáltalán nincs most kiépítve ma Magyarországon, még szerintem Budapesten sem, nem, hogy vidéken. Tehát egyszerűen nincs a szülő tehermentesítve. Semmilyen módon. Tehát ugye össze van zárva a gyerekével, ismerek olyan szülőt, aki nem tud a szobából, nem tudja kivinni a gyereket, és hónapon keresztül nem jött sehová. Tehát az egy nagyon nagy segítség lenne, hogyha volna erre egy olyan hálózat, vagy egy olyan mód. Persze ez lehet anyagilag is, tehát lehet akár az úgy is, hogy több anyagi támogatást kapnak a családok, és meg tudnánk fizetni mondjuk piaci áron azt, hogy valaki elmegy oda hozzájuk és vigye. Tehát vagy azt, hogy az állam biztosítaná ezt a segítőszolgáltatást, vagy pedig olyan lehetőséget biztosítanának anyagilag, hogy én ezt meg tudjam vásárolni. Az lenne jó, hogyha lenne egy olyan hely, mondjuk akár egy otthon, ahol ilyen gyerekek, vagy a családoknak a gyerekei lennének, ugye olyan ellátásban részesülnének, ami tényleg normális, olyan emberi. Mert az persze, hogy nem, senki nem fog úgy viszonyulni egy ilyen gyerekhez, mint a saját anyukája vagy apukája, ez tény, de azért, hogyha egy olyan otthon lenne, ami nem egy nagy létszám, hanem kisebb, tehát egy ilyet megvalósítani, ez egy álom most még, de úgy szeretnénk, tehát az jó lenne, én szerintem. Ahova bármikor bemehetek, amikor aki ott dolgozik, egy ápoló vagy egy gondozó, azzal tényleg olyan lenne a kapcsolatom, meg azt látnám, hogy tényleg maximálisan azt adja, amit, tehát mindenben látja úgy a gyereket, ahogy kell. Az állam akkor kezd el segíteni, amikor már egy család teljesen ellehetetlen, amikor már teljesen padlóra kerül, holott ezt azért meg kellene előzni, akkor kellene a segítséget nyújtani, míg amikor nem ment teljesen tönkre egy családnak az egzisztenciája. Tehát, hogy ne az legyen, hogy már a végén semmire sem telik, és semmilyen nincs, és akkor is egyébként csak a legminimálisabb segítséget kapja. Mert az a baj, hogy a legtöbb ellátás az nem alanyi jogon jár, hanem szociális jogon jár, és úgy, hogy a családnak a jövedelmi viszonyait és az anyagi helyzetét figyelembe veszik. És ez nem biztos, hogy helyes, mert
lehetnénk mi akármilyen gazdagok is, akkor is egy ilyen beteg gyermekről gondoskodunk. Tehát az ugyanúgy terhet jelent számunkra, mint hogyha valaki mondjuk nagyon-nagyon szerény körülmények között él. Viszont könnyen előfordulhat az, hogy az ember, akinek ilyen beteg gyermek van, én ismerek olyan családot egyébként, akik nagyon jó módúak voltak, nagyon jól ment nekik, és szépen lassan, ott 20-valahány éves a gyerek, fölélték ezt a, amit akkor addig elértek, és most már nagyon nehéz körülmények között van a hölgy, ráadásul meghalt a férje, és nem olyan túl régen egyedül maradt, és most kezd el segítséget kapni az önkormányzat, addig semmit nem fog, azt mondták, hogy neki van. De hát nem biztos, hogy ezt így kellene fölfogni.